A Jászlanykun Szolnok vármegyei főügyészség 2023. július 14-én életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat, azzal a 20 éves, büntetlen előéletű fiatalemberrel szemben, aki a vádirat szerint 2021. július 3-án este 10 óra körül mezőtúron a Peresholtágnál lévő egyik telken tartott születésnapi összejövetelen konfliktusba keveredett egy másik férfival. Az ügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatására került sor. Ugyanezen napon 22 óra körül idő vádlott, és Lajos sértett ismételten összeszólalkozott, a sértettet felállt az asztaltól, és távozni akart a rendezvény helyszínéről, azonban vádlott az asztaláról, vagy az asztalról felvett egy üres pálinkás üveget, és azzal egy alkalommal nagy erővel homlokon ütötte sértettet, aki ennek következtében a földre esett és vérző sérülése keletkezett. Miután sértett a földről felállt, a szóbeli vita még folytatódott, azonban végül a sértett és a barátnője távoztak a rendezvényről. A bántalmazás következtében sértett a hajas fejből baloldali területében repesztett jellegű sérülés, továbbá az agy állományában, jobb oldali halántéklevenyben agyzúzódást szenvedett el. A 8 napon túlgyógyuló agyzúzódás következtében a sértett közvetlen életveszélyes állapotban volt, az életét az orvosi kezelés mentette meg. A vádlott egy hónappal később, 2021. augusztus 15-én éjjel, 3:30-kor pedig az egyik mezőtúri szórakozóhelyen ismét konfliktusba keveredett, ahol arcon ütött egy másik férfit. A tánctéren konfliktusba került borral, ezért a biztonsági személyzet mindkettejüket kivezette a szórakozóhelyről. A vádlott a szórakozóhely előtt az utcán folytatta a veszekedést Tiborral, melynek során a vádlott egy alkalommal jobb kézzel ököllel megütött Tibor sértett arca bal oldalát, aki ennek következtében rövid időre eszméletét vesztette és a földre esett. A vádlott ezután a helyszínről elszaladt. A bántalmazás és a földreesés következtében sértett a jobb kézfej bőrének zúzódását, a baloldali alsó és felső szemhéj bevérzését, valamint a baloldali arccsont darabos törését szenvedte el, melyek közül a kézfej és a szemhéj sérülés 8 napon belül gyógyuló, míg az arccsont törés 8 napon túl gyógyuló sérülés volt, melyek tényleges gyógytartalma 3 hónapra tehető. Az előkészítő ülésen a vádlott, mivel nem kívánt vallomást tenni, és nem ismerte el bűnösségét sem, az ügyben június 3-án tanúk kihallgatására és tanúvállomások felolvasására kerülhet sor.